Népzenekutatás, ezzel folytatjuk. Három kaukázusi régióban gyűjtette Agócs Gergely a magyar népzenek keleti irányú kapcsolatait. A kutató a napokban tért vissza útjáról, tapasztalatait pedig hamarosan színpadra is állítja az Atyai Ág című produkcióval. Most pedig itt a stúdióban kérdezi őt Barna. Köszönöm szépen. Elnézést, Agócs Gergely népzenekutató. Én belenéztem ebbe a kis filmbe, ami a kutatásról készül. Az első kockákon egy bőrkanapén egy népviseletbe öltözött bácsi penget. Gyönyörű. Közben jönnek-mennek emberek bele és mennek a kamerába, de nem érdekes, mert úgyis a felvétel a lényeg, a hangfelvétel. Ez hol készül? Ez Helli nevű település, Dagesztán, a Karabudah-kenti rajon egyik faluja. Savluh Ibadullajev úgy hívják, és hát náluk a bőrkanapé, vagy a mögötte látható sejem tapéta, perzsa szőnyeg, az olyan alapfelszereltségéhez tartozik a háztartásoknak, mint nálunk a vízcsap. Tehát, hogyha ott belépünk egy-egy ilyen otthonba, akkor értjük meg valójában, hogy eleink mit is értettek az alatt a kifejezés alatt, hogy keleti pompa. Ez a bácsika, aki ott muzsikál. Igen. A hétköznapokban is ezt a viseletet veszi nem fel, vagy csak nem, a felvétel? Nem, mama, tehát siltesapkába jár az utcán. Tehát ez az ő fellépő ruhája, és amikor megtudta, hogy mi képi felvételt is készítünk, akkor ő úgymond beöltözött. Tehát, hogy ő szokott szerepelni így színpadokon, helyi szinten nyilván. Igen, annyira érdekelne ennek a gyűjtésnek a mikéntje, a módszere. Ott a helyszínen be kell kopogtatni valahol, vagy célirányosan megy ez? Hát be kell kopogtatni, nyilván nem most voltunk ott először, tehát én azt fel se tételeztem. 2000-ben voltam először ebben a kaukázusi térségben, nyilván itt az észak-kaukázusi területekre kell gondolni. Azokra a területekre, ahol valaha a kazár kaganátus volt, és ezért azért nagyon fontos számunkra ez a terület, mert hát a középkori krónikák több ízben utalnak arra, hogy a honfoglalás erről a területről indult ki. Tehát tényleg úgy megyünk, hogy bekopogtatunk és kérdezősködünk. Kicsit viccesen úgy szoktam fogalmazni, amikor megkérdezik, hogy tanár úr, hogy találja meg ezeket a csodás felvételeket, meg nótákat? Hát mondom, úgy, hogy keresem. Aki keres, az egy idő után talál. Tanár úr, annyira ízesen beszél, hogy nekem nincs is kedvem kérdezni, de inkább ön szeretem hallgatni. Honnan van ez a gyönyörű? Hát én felvidéki ember vagyok, Fülek városából származok, és ott mindenki így beszél, hát nálunk még nem ölte ki az iskola rendszer a tájnyelveket. Ugye Magyarországon sajnos egy ideje eléggé alacsony a tájnyelvek presztízs értéke, és ezt sajnos az iskolák idézték elő. Említette, hogy olyan területeken kutat, gyűjti a népzenét, ahonnan a honfoglalás elindult. Ha az ottani népzenét a magyar népzenével összehasonlítjuk, akkor abból milyen következtetéseket lehet? Hát nagyon érdekes következtetések. Ugye a mai magyar népzene tudomány ilyen történeti rétegekbe osztja a népzene, a magyar népzene hatalmas feltartanyagát, tehát csak összehasonlításképpen 300 ezer felgyűjtött, lejegyzett dallammal rendelkezünk, népzenei dallammal, és 300 ezer változat. Csak úgy egy példa, hogy a német népzenének kb. 7 ezer változatát ismerjük a németeknek. Ugyanúgy nagyjából 3 ezer dallam típusuk van, mint nekünk. Az már önmagában egy nagy teljesítmény lenne, hogy egy mondjuk majdnem 10-szer annyian vannak a német IQ személyek ugye az anyaföldön, mind amennyi magyar anyanyelvű ember létezik, és ehhez képest nagyjából ugyanannyi dallam típusa van a magyar népzenének, mint a németek népzenéjének, de az, hogy ezekhez a német dallam típushoz nagyjából minden dallam típus azon 2,5 változat tartozik, ahhoz képest, tehát, és összesen olyan 7000 változat, az, ami ismert. Ehhez képest a magyar népzene 300 ezer változat, ez hatalmas teljesítmény. Tehát a mi kulturális diverzitásunk, sokszínűségünk ebben is megmutatható. Na most ezeket a változatokat vetjük össze az ottani népzenékkel, és hát az kezd kiderülni, hogy a különféle történetinek mondott rétegekhez találunk kapcsolódást. Tehát ezeknek a türk népeknek a népzenében azt lehet mondani, hogy mindennapos dolog, hogy találunk olyan dallamot, amelyet mondjuk a magyar népzenek kutatás egy olyan elnevezésű csoportba sorol, hogy ugorkori ősréteg.
Aztán van ilyen, hogy Rákóczi dallam család. Akkor van olyan, hogy középkori népzene, meg verbunkos, meg új stílus, amiről azt állítják, hogy a 19. században jött létre. Na most például az új stílusú dallamokból most a múlt héten egy sor olyat találtunk, amelyik létező magyar népdal típusok érvényes változata olyan népek kultúrájában, akikkel az etnikai kapcsolatunkat 1100 éve megszűnt. Ezeket a népdalokat lefordítják magyar nyelvre is? Vagy marad eredetiben? Hát van úgy, hogy lefordítjuk, mert gyönyörű poétikája van. Tehát Karcsi Galar, Kajnasar, Karjav Szajatúvuna, Szenszis Getken, Gülümnüm, Adarsajtatúvuna, ez azt jelenti, hogy a héják megdühödnek, amikor hó esik fészkükre, nélküled múló napjaimnak keserű lett az íze. Milyen nyelven volt? Ez most kumuk nyelven volt. Saul Hibadulajev bácsi, akit láttunk, az imént, az ő nyelvén. Kumuk. Mikor láthatjuk mindezt színpadon? A MIPA-ban tudom. Igen, a MIPA-ban is bemutatjuk. 2017-ben állítottuk színpadra, akkor volt az ősbemutató a Pesti Vigadóban, amikor is ezeknek a gyűjtéseimnek az adatközlőit, sok esetben tényleg a pásztorokat a hegyről lehoztuk, és intéztünk nekik vízumot, sok esetben még útlevelet is intézni kellett. Elhoztuk őket Magyarországra, repülőre raktuk, elhoztuk Magyarországra, és itt az én zenekarommal, a Fonó zenekarral közösen ezeknek a dallampárhuzamoknak a segítségével, illetve ezekből egy kétfelvonásos nagyszabású koncertet állítottunk össze, az a címe Atyai Ág. Ugye utalva ezzel arra, hogy elismerve a finnugor nyelvi rokonságot, és tételezzük, hogy az az anyai ág, ez a kulturális rokonság a zenéhez pedig az atyai ág, tehát mi nem a vagy-vagyban gondolkodunk, hanem az és-ésben. Tehát eztet most ismét Magyarországra hozok ezt a produkciót. Szeptember 21-én kezdünk, Kecskeméten, a Kecskeméti Népzenei Találkozó egyik gálaműsora ez lesz, majd 24-én a Művészetek Palotában, a Bartók Béla hangversenyteremben, és utána Erdélybe is elmegyünk, Székelyudvarra, Marosvásárhely, visszafele, Debrecenben is bemutatjuk, még zajlanak a tárgyalások, még más helyszín is lesz Magyarországon, de szeptember 24, MIPA, az már egy biztos pont. A macska rúgja meg, hogy csak ennyi időnk volt beszélgetni, én egy órát is tudtam volna erről önnel. Köszönöm szépen! Nagyon szívesen!